Jó hangulatban készülnek a mátészalkai játékosok a szezon utolsó két hazai meccsére, amelyen akár a bajnoki cím sorsát is eldönthetik a maguk javára. A Vakarcs Krisztina játékos edző által irányított együttes egyetlen vereségét még a második fordulóban az elmúlt év szeptemberében szenvedte el. Azóta 15 meccsen győzött zsinórban az MMTK. A legutóbbi fordulóban a Miskolci VSC otthonában nyert 48-31-re a Szalka, amely így 5 fordulóval a bajnokság vége előtt 5 pont előnnyel áll a csoport tabellájának élén. Az 5 meccsből 2-t játszik hazai környezetben a listavezető, az a 2 viszont rangadó lesz, mivel előbb a 3. Füzesabony, majd a 2. Hajdúböszörmény látogat a városi sportcsarnokba. Az eddigi sikertitka, én azt gondolom, a sok munka, amit belefektettünk, a heti 3 edzés. Nagyon akarnak a lányok, és a 17 mérkőzésből 16 győzelem, ez arra utal, hogy nagyon sok munkát fektettünk bele. 2 fontos mérkőzés fogunk hazai pályán játszani, az első április 8-án szombaton hazai pályán a Füzesabonnyal szemben, aki a tabella 3. helyezettje. Hát azt gondolom erről a mérkőzés, hogy nagyon nehéz lesz, hisz egy nagyon gyors, agresszívan védekező csapat ellen fogunk játszani. Megpróbáljuk megakadályozni a gyors közepet és a gyors játékot. A két csapat őszi mérkőzését a Mátészalka nyerte 24-23-ra. Abból a meccsből kiindulva minden bizonnyal nagyon meg kell küzdenie a győzelemért a szombati házigazdának. Nagyon agresszív védekezésük van, nagyon gyorsak le rohanásba, felállt fal ellen is nagyon jól játszanak, van lövőjük, tehát mindenre készülni kell, mert mindenben jók. Védekezésben nagyon agresszívnak kell lennünk, mint az őszi szezonban, és akkor szerintem nem lesz probléma, a támadó játékunk meg rendben van. A Mátészalka Füzesabony mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban. A megyei érdekeltségű csapatok közül a Vitka Ese szombaton a Hevest, a Kölcsey Dése pedig vasárnap az Ózdot fogadja a 18. fordulóban.